Lobogó felvonással és az Esztelánc néptánc csoport bemutatójával kezdődött a 10. műfalmászó találkozó a Salgótarjáni Mackóvár központi óvodában. Első a biztonság, így csak a heveder becsatolása után kezdhették meg a 6 méteres falak mászását a gyereke. Az ovisok két falon is mászhattak, a kisebbek a könnyebb barna, míg az 5 évnél idősebbek a nehezebb útvonalú sárga falon. A sportesemény Salgótarján polgármestere Fekete Zsolt nyitotta meg. Ne az ellenfelekkel, hanem saját magukkal, a saját érzéseikkel, a saját kitartásukkal próbáljanak megküzdeni. Úgy, hogy gondolva azt, hogy egyedül vannak a falon, de ott van egy biztonsági kötél, amit megadja nekik azt a biztonságot, mint otthon a családi szeretet a gyermeknek. Tehát nagy biztonsággal minél magasabbra jussatok, és csak saját magatok ellen versenyezzetek. A műfalmászó találkozó az évek során nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen a magyar települések mellett Szlovákiából is érkeztek óvodások erre a sporteseményre.
hegymászóklub vezetője, amikor látta ezt a feltételt, hogy itt ilyen magas támfal van az óvoda udvarán, az az ötletet támadt, hogy ide egy óvodai mászófalat fog majd építeni, és szerencsénk volt, mert az óvoda vezetéssel is találkozott ez az ötlet, az óvoda vezető támogatását is élvezhettük, és így 2006-ban megépült az első mászófal az óvoda udvarán. Ennek a két műfalnak a különböző nehézségű útvonalait a Salgó-Tarjáni Hegymászóklub vezetője Orosz Mihály tervezte. Jó hegymászó vagyok, de én nem tudom megmászni azokat az utakat, amiket itt csinálok, olyan nehezek, mert az óvodásoknak az a kis 15 kilós súlya, és az ő erejük, az képes arra. De a legjobb felnőtt mászóim se tudják megmászni a legnehezebb utakat. Tehát nagyon komoly utak, egyáltalán nem játék, ami itt folyik. Az egy komoly mászó teljesítmény. Ugye ösztönszerűen bennük van, hogy mindenre fel akarnak mászni, és akkor itt megtanulják koordinálni ezt az összevisszaságot, és elég gyorsan belejönnek. Tehát vannak olyan gyerekek, akik 3-4 alkalommal fölmásznak, már érzik a falat is, akár egy soron is felmenni. Ez az extrém sport több szempontból is hasznos és fejleszti a gyerekek képességeit. Már a 3 évesek is nyilván a kis pehely súlyukat könnyebben viszik föl, mint akár a középiskolások vagy a felnőttek, és nagyon szívesen végzik, nagyon sok sikerélményhez jutnak. Észre sem veszik egyébként, hogy mennyi képességük fejlődik eközben, mert soroltuk sokszor, hogy ez az erő, ügyesség, bátorság, kitartás, figyelem, önfegyelem, kialakul a biztonságérzetük, amellett, hogy nyilván a mozgáskoordinációjuk, keresztcsatornáik és mind-mind megfelelő módon úgy fejlődnek, hogy észre sem veszi a gyerek. Ez az egész tevékenység beépült elsősorban nyilván az évszaknak megfelelően a mindennapi tevékenységünkbe. Úgyhogy ezt ugyanúgy gyakorolják a gyerekek, mint minden egyéb játékeszközt itt az udvarunkon. Aztán egyre több gyereket kezdett el érdekelni. Van a körúti tagovodánkban is egy műfal, ők előbb elkészültek vele, és így felkínáljuk a város óvodásainak. Úgyhogy hál' Istennek nagyon sok gyerek ismeri már az óvodások közül ezt az extrém sportot. A műfalmászás mellett egész nap színes családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal, sportos ügyességi versennyel és extrém kötélpályával, valamint játszóházzal várták a gyermekeket és szüleiket. A műfalmászó találkozó minden kategóriában az első 6 helyezettet díjazták, a legügyesebb falmászok pedig kupát vehettek át. Nagyon szuper volt, örülök neki, hogy meg tudtam nyerni a kicsik korcsoportját,
és hogy nehéz volt a fal, és én tudtam egyedül megmászni. Az 5,5 évnél nagyobb lányok korosztályában Mocsári Lilien győzött, aki szinte hibátlanul teljesítette a legnehezebb útvonalat is. Fáradtam már, ezért már nem tudtam annyit fogni, épp a utolsónál. A 10. műfalmászó találkozón az óvis gyerekek ezúttal is megmutathatták ügyességüket és bizonyították azt, hogy a bátorság és a nagy tehetség ott van a kicsikben is.